kicsi szívem, kicsi szám, érted ért igazán. Remélem majd belátod, és a hibát megbánod. Nagy bejelentéssel érkezett a Móka stúdiójában Nótár Méri, az énekesnő ugyanis gyermeket vár. Szia, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Gratulálunk! Nagyon gratulálunk! Tudod, mi az érdekes, hogy talán veled még soha nem is beszélgettünk arról, hogy babát szeretnél, vagy az anyaságról, a babavárásról. Régóta szerettem volna, aztán most elsült a nagy-nagy álmom. Azt hiszem az egyik legnagyobb az életemben, meg hát a boldogság persze. Hihetetlen. Hány hetes vagy? 5. 5 hetes, úgyhogy még nagyon, nagyon korai, és sokan igazából, hát tegnap már megtudták tulajdonképpen a családom is, hiszen jöttem hozzátok reggel, aztán nem szerettem volna végül is, hogy innen informálódjanak. Aztán mondták, hogy még azért nagyon veszélyes, ugye az első 3 hónap, de igyekszem magamra vigyázni nagyon. Ez egyébként olyan, annyira nőfüggő, hogy veszélyesnek tartja, vagy sem. Én ahogy megtudtam, hogy teljes vagyok, már mindenkinek igen, mondtam. Igen, pont ezt lett volna kérdés, hogy ezt hogyan lehet titokba tartani. Ez olyan nehéz, az ember világá kürtönik, de amikor mondja az orvos, hogy hát azért a biztos, ami biztos, de hát ennél nem, jobb hírt végre jó. Hát lett. Most mondjam azt, hogy tulajdonképpen édesapám nem volt ide haza, aztán hazaráncigáltam Írországból, most már el is kísért egyébként, itt vár idekén, és így egyszerre szerettem volna mindenkivel tudatni. Persze. Amikor már tutira tuti, tehát... Párodnak hogyan mondtad el? Hát az elég érdekes volt, néztem ilyen különböző filmeket ezelőtt, tehát és egy kis cipővel. Igen. Egy pici babacipővel, igen. Így oda vitted neki, és akkor... Hát mikor hazajött, akkor az várt az asztalon. És akkor nem azt mondta, hogy drágám, ez nekem kicsi, hanem értette. Nem, hanem így nézett bambán, és nem értette először ezt az egészet, hogy most ez micsoda. Hát mondom, egy gyerekcipő. Nem értél meg az elején tőle, hogy mi lesz most? Dehogy nem, de. Hát főleg a sok koncert mellett, persze. Tehát ez az életstílus, amit folytatok, azért az eléggé húzos, de... Boldogságra kell már, de én mindig azt szoktam mondani, tehát ez egy állapot, ez nem betegség, tehát az ember ugyanúgy tud mellette dolgozni. Hát, hát én nem is szeretnék. Én szeretnék a színpadról, hogyha onnan vinnének egyedül. Tehát a szülni, jön majd velem egy bába, vagy nem tudom, szülésznő, és tehát engem az sem érdekel, mert hiszem, hogy majd magába szívja azt a zenét, amit én még színpadon is nyújtok, meg így, ha gyakorlok, és akkor hát, ha örököl valamit, és zenész. Mert bár picike vagy, apró termetű, és ez nem bántás, de vasból vagy, tehát hogy te azért egy tőkemény faj vagy. Az biztos, hát szeretnék is abból lenni, remélem a gyerekem is abból lesz majd, úgyhogy semmi igazából nem tart vissza tulajdonképpen. Amikor a szerelmem megtudta, hogy állapotos vagy, akkor leültetek azonnal erről beszélgetni, hogy most akkor kisfiú, kislány, milyen nem ültetnék, vagy egyszerűen hát nem tart még itt. Igazából én fiút szeretnék, a párom ő kislányt szeretne, na hát majd ki tudja, mit ad a jó Isten, mindegy, csak egészséges legyen, és ez tény, igaz ez a mondás. Akkor nagyon utálom ezt mondjuk így föltenni ezt a kérdést, vagy ezt a kifejezést, de akkor tervezett baba volt, vagy nem volt tervezett baba végül is? Hát véletlenszerű volt, de igazából már tervben van egy fél éve. Uh-huh. Tehát én nagyon szerettem volna már. Bármikor, amikor igen. Le akar hozzátok születni, akkor jöhet. Ilyenkor jött a következő kérdés, hogy az esküvő. Na hát ez még kérdéses, ez még odébb van. Hát egyelőre most a baba projekt az nagyon mindent így nálunk így fő címlapon van, mondjuk azt. Tehát hát majd megpróbálom a páromat rávenni, ő igazából itt a menyecske tánctól, meg ilyen táncikáktól fél, meg hát nagy a család, népes a család, kiket hívjunk meg, ha ezt nem hívnánk meg, esetleg akkor milyen sértődés lenne, harag, de hát nem tudjuk, vagy elvonulunk, és csak mi ketten és a legfontosabb személyek. Én azt gondolom, hogy nem egy papír fogja ezt eldönteni. Nem az lényeg, igen. Nagyon szépen köszönjük, és ugye én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Majd várunk vissza majd egy pocakkal. Köszönöm. Jövök. Köszönjük, hogy itt voltál.